A támogatás elnyeréséről szóló oklevelét vette át Mészáros Péter. A szekszárdi Borás családja két pályázattal 300 millió forint fejlesztésre fordítható pénzhez jutott. Ugyanennyit még hozzátesznek önerőként, hogy mások mellett saját pezsgő üzemet hozzanak létre. A Mészáros Borász Kft. Borászati technológiai üzeme fog ugye megújulni, illetve borászat fejlesztése és a tárolókapacitás növelése. A másik pályázatunk az pedig egy pezsgőüzem létrehozása, egy tradicionális pezsgő fognak készülni. Egy másik teipari, szintén szekszárdi cég pedig 1,5 milliárd forintot nyert, ők 3 milliárd forint értékben alakítanak is sajtüzemet. Horváth István Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondja, a fejlesztések több ezer szekszárdi és környékbeli ember megélhetését teszik biztosabbá. Abban is szerencsés Szekszárd, hogy ebben a élelmiszerfeldolgozós pályázati körben, aminek most az első hullámát hirdettük meg, lesz majd több ilyen eredményhirdetés, és bizony benne mindegyik alkalommal lesznek majd szekszárdi vállalkozások. Két kiemelt szekszárdi vállalkozás tudott eredményes lenni, a Tolna Tej Zrt. És a Mészáros Borház. A két pályázó gyakorlatilag 3,6 milliárd forint értékű beruházást fog majd megvalósítani, ehhez 50%-os támogatás érkezett. A Tolna Tej Zrt. A 100%-ban szekszárdi magánembereknek, magyar embereknek a tulajdonában van, több mint 520 főnek biztosítanak munkát, és amit lehet, hogy kevesen tudnak, de a Tolna Tej Zrt.-be dolgozzák fel a magyar tej, Magyarországon megtermelt tejnek a közel 20%-át. Ez átszámítva a tejelő szarvasmarhába több mint 30 ezer tejelő szarvasmarhát jelent, tehát ezzel a beruházással nem csak az 520 szekszárdi munkahely erősödött meg, hanem a beszállítói kör, ami körülbelül közel 150 tejtermelő gazdát jelent, vagy gazdaságot jelent, ami több mint 3000 munkahelyet is jelent, tehát közvetetten több mint 3000 munka is így erősödött. A Mészáros Borház a szekszárdi borvidéknek több mint 10%-át dolgozza fel, 160 hektár saját szőlővel, illetve 100 hektárról vásárolnak még fel szekszárdi szőlőt. Fedman Zsolt, az Agrárminisztérium államtitkára azt mondja, az elmúlt évtizedek legnagyobb élelmiszeripari fejlesztés sorozata kezdődött el idehaza kormányzati források bevonásával. Nagyon sok hasonló olyan projekt fog megvalósulni, amivel nem csak hogy a történelmi lemaradásunkat fogjuk pótolni, hanem mi abban a reményben tesszük ezt, a magyar kormány abban a reményben tesz forrásokat ebbe a projektbe és programba, hogy lényegében a nemzetközi versenyben is nem csak hogy megerősödünk, hanem sok versenytársainkat le is fogjuk hagyni ezzel a fejlesztésekkel. A két szekszárdi cég összesen 3,6 milliárd forint értékben valósít meg fejlesztéseket.